Orfűn kezdődött meg hivatalosan a magyarországi rallis idény. Az eseményen csak a Rally 2-es és a Rally 3-as kategória indulói versenyeztek. Az élvonalba tartozó, vagyis a Rally 1-es párosok tesztelésre használták a versenyt. A 2-es és 3-as kategóriában egyaránt 46 páros nevezett. Előbbi géposztály indulóira 76 kilométernyi, utóbbiéra pedig 50 kilométernyi gyorsasági szakasz várt. Tesztelési szándékkal több mint 20 páros indult a bajnoki élmezőnyből, nekik szintén a 76 kilométeres versenytávot kellett teljesíteniük. Túl vagyunk két gyorsaságén, nagyon jól sikerültek, jó időket mentünk, itt az R5-ösök között vagyunk ezzel az első kerekes autóval. Nagyon élvezzük, jól választottunk gumit, most kicsit állítunk az autón, meg másik gumit próbálunk, úgyhogy eddig minden rendben. Alapvetően tesztelünk igazából, meg hát már rég ültünk versenyautóval, úgyhogy nagyon hiányzott. Alapvetően itt a környékbeli versenyeken fogunk részt venni az a 100%, meccsek rally, meg a környező ilyen rally 3-as vagy sprint futamok, és egy-két külföldi vagy OB futamot tervezünk még. Nagyon jó a pálya, reggel hideg volt az első körben, azért még kicsit óvatosabban próbáltunk menni, meg most megy először a Gábor az autóval, úgyhogy próbáltunk kicsit óvatosabban, de jó, jó volt. Nagyon a 70-i pálya, az nagyon gyors, az is, mind a kettő igazából rettentő gyors pálya. Próbáljuk élvezni, nekem nagyon tetszik eddig. Az autón most van mit szerelni, pár perc is mennünk kell, mert különben kikésünk, úgyhogy van izgulás, azért meg adrenalin. Nem tudom, hogy továbbiakban hogyan lesz, tudok-e még jönni, ugye én focizok is, nem tudom, hogy fér bele nekem is az időmbe, meg hogy ő hány versenyre szeretne elmenni, de ez most először egy kis próba. Szóval a pályák azok fantasztikusak, számomra a kedvenc öt pályáim közben nem vannak ezek a gyorsági szakaszok. Nagyon jók, nem ismeretlenek, nagyon tempós pályák, sajnos mi mind a kettő nem tudtunk menni, az első pálya végén elfolyt a víz a motorunkból, most itt vagyunk a szervízbe, meg akarjuk csinálni, hogy tudjuk menni tovább és tesztelni. Igazából felkészülés, teszt, kicsit úgy gondolom, hogy vissza kell rázódni a ladás vérkeringésbe, más kanyarsebességeken kell vele menni, mint az R5-össel, de jó, tetszik, jól érezzük magunkat benne. Most egy kicsit lazábbra vesszük a figurát, szeretnénk jól érezni magunkat. OECP 13-ba fogunk menni a ladával, bízunk benne, hogy nagyon jó kis csaták fognak kialakulni. Vannak sokan a kategóriánkban, jó barátok, jó ismerősök, próbáljuk felvenni velük a versenyt és a legjobbat kihozni magunkat. Szenzációsak a pályák, nagyon jól érezzük magunkat, tök jó az időjárás. Végre olyan kategóriába neveztünk, ahol sokan vagyunk, 10 vagyunk a kategóriába, jelenleg éppen vezetjük. Eddig jól alakult minden. Igazából nekünk most nincs nagyon tervünk, megszületett a kislányom, úgy volt, hogy idén nem megyek. Most éppen erre a versenyre összeültünk, hát a továbbiak az még kérdéses. Elindul a 2022-es Rally bajnokság, a Rally 2, Rally 3, a Historic, illetve a teszt kategóriával. Orfűn vagyunk, ahol is egészen pontosan a Sopienet Orfű Rally az Intercars és KGP kupáért zajlik most éppen. Ez a szombati verseny, egynapos a versenyünk, hát nagyon szép számmal gyűltek össze a versenyzők, több mint 147 versenyzőpáros adta el a nevezését, és eddig mindenki el is tudott rajtolni. Már a második körben vagyunk, és eddig lekopogom, hogy balesetmentesen ment a verseny. Klasszikus rally gyorsaságikon vagyunk, hiszen itt a meccsekben nagyon jó pályáink vannak. Két gyorsasági szakasszal készültünk, az egyik az Abaliget, Remeterét és Árpád-tető közötti majdnem 15 kilométeres szakasz, ami nem csak jó minőségű, hanem látványos és gyors pálya is, valamint szintén egy klasszikus, a második pályánk az Kővágó-Szőlős és Hetvely közötti 12 kilométeres szakasz.